Vendégünk a stúdióban Popovics István méhész, akit azt gondolom, hogy a hajdunánásiaknak nem kell bemutatni, de különösebben talán megyén és ország határon kívülről sem, hiszen mézeik már nagyon-nagyon hosszú idő óta nem csak a hazai piacokon, hanem külföldön is ismertek. Legutóbb éppen a hazai mézversenyen hoztak el számtalan díjat, arany, ezüst, meg csúcskategóriás díjat. Tehát azt gondolom, hogy lesz miről beszélgetnünk. Most a különösebb bemutatástól eltekintenék, hiszen vele már készült egyszer egy bemutatkozó beszélgetés, inkább a méhekről, mézeikről, gyártásról, és egyáltalán, hogy hogyan működik ez az egész vándorméhészet, hiszen ők vándorméhészek. Jó estét kívánok, Popovics úr! Üdvözlöm. És akkor kezdjük is rögtön az elején, hiszen gyakorlatilag a beszélgetésünk apropója az az, hogy az elmúlt évi mézversenyen szép számmal indultak mézekkel, és nagyon-nagyon sok díjat is hoztak el. Igen, több mint 25 fajta méhészeti termékünk van, amit ugye értékesítünk, illetve a vevőközönség nagy megelégedésére tudunk ajánlani. 20 fajta termékkel indultunk az országos mézversenyen, abból 17 mézünk lett díjnyertes, lett belőle 5 aranyérmes, 7 ezüstérmes, 5 bronzérmes, és egy mézünk lett a csúcsűri előtt az ország harmadik legjobb méze, ez a gesztenye mézünk lett. Amit Vas megyébe gyűjtetünk, Szombathely és Kőszeg határában. Mivel az uralkodó fafaj ott ugyanúgy, mint a nyírségben az akác, ott a szelíd gesztenyefa, és onnan sikerült ezt a jó minőségű gesztenye mézet, aminek iszonyatos jó gyógyhatása van az emberi szervezetre, az immunerősítő hatáson fölül. Hát igen, gyakorlatilag ugye a méz az, mióta az ember, tehát bár a kőkorszaki barlangrajzokon is már felfedezhető volt a méheknek a nyoma, tehát nagyon-nagyon tízezredek óta ismeri az emberiség a méznek a jótékony hatását. Milyen fajta mézeik vannak, hiszen gyakorlatilag ugye a hétköznapi ember, régebben ismertük a mondjuk akácméz, hársméz, vegyesvirágméz. Úgy ez a három standard volt, főként ugye úgynevezett állóméhészetek, tehát akik csak a kertek hátuljába tartottak néhány családnyi méhet. Önök azonban számtalan ízesített fajtájú mézet állítanak elő. Hogy igen, történik mindez? Igen, hát végül is ami gyűjtött méz és fajta méz, az több mint 10 fajta van, 11 fajta mézet gyűjtetünk a méhecskékkel. Ez úgy történik, hogy ugye nagybocsanádi fekvőkaptárban nem lehet csak standard mézeket gyűjtetni. Ahhoz, hogy fajta mézet tudjunk gyűjtetni, ahhoz rakodókaptárral kell méhészkedni, és az adott méleg előre visszük el a méhecskéket. Ugyanúgy, hogy hársra elvisszük Zselic térségébe, Somogy megyébe, Bács-Kiskun megyébe, a Selyem kóróméz, akácméz az mondjuk itt a nyírségbe, vegyesvirágméz itt Tiszalőki átér, Hajdunánás határában lévő ugye Natura 2000-es területeken, ami egy csodálatos virágmezőt tud biztosítani, úgy pollen, tehát virágpor, illetve méz szempontjából. Repceméz az úgy szintén itt a környező részeken, ahol nagyobb repcetáblák vannak, oda szoktuk vinni. Gyakorlatilag ezzel így készítjük, vagy így gyűjtetjük a fajta mézeket. Mindig az adott méleg előre tesszük, visszük el a méhecskéket. Az ízesített mézeket viszont nem mindegy, hogy milyen mézhez, milyen ízvilágot párosítunk. Egyedül az országban mi dolgoztunk ki a feleségemmel egy technológiát, hogy nyers gyümölcsel ízesítjük meg az adott mézet, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan készítenek az országban ízesített mézet, de ők aromával csinálják, aromapasztával, meg más egyéb technológiával. Mi kimondottan nyers gyümölcset, tehát a málnába nyersen tesszük bele a málnát, a gyömbért a gyömbérbe, gyömbérrel, aztán kökénnyel, narancsal, van hibiszkusz csipkebogyós mézünk, illetve több, ami ugye gyógynövények, szinte mindegyik. És az ember úgy gondolja, hogy a narancs is, illetve a málna is, hogy valamilyen szinten csak egy élvezeti gyümölcs,
De mikor úgy jobban utána olvasunk, szinte mindegyiknek megdöbbentő, hogy mekkora gyógyhatással bír gyümölcs szempontból is az emberi szervezetre. Ugye a méznek is nagy gyógyhatása van, az immunerősítő hatása megvan, és majdnem minden méznek több mint 200 féle alkotóeleme van, ami az emberi szervezetre egyiknek ilyen fajta, másiknak olyan fajta, és az emberi szervezetre nagyon jótékony hatással bír, és így a kettő együtt egy nagyon-nagyon erős gyógyhatású mézkészítmény lesz belőle, mind a mellett, hogy az élvezeti hatás is megmarad, érződik az méznek is az ízvilága, illetve a gyümölcsnek is az aromája nagyon kellemesen kijön. Kettő ilyen ízesített mézet különösen megnéztem magamnak, az egyik a mákos repce, a másik pedig a kurkumás. Hát úgy hirtelen nem tudom elképzelni, hogy vajon ez a mákos repceméz, ez milyen lehet? Hogy készül? Egészben teszik bele a mákszemcséket, vagy daráltan? Küllemére hogy nézhet ki? Tehát nagyon érdekes, és a kurkuma is. Nem igazán vagyunk mi ahhoz hozzászok, hogy a kurkuma, mint édes valami szerepeljen. Édes és egy fűszernövény. Fűszernövény. Végül is a feleségemnek az ötletei ezek a furcsaságok, idézőjelben furcsaságok, meg a többi méznek is, a gyümölcsös méznek, meg a gyógynövényes méznek is a feleségem kiötötte, és együtt viszont elkészítettük ezeket. Hát a mákos repceméz ugye csonterősítő hatása van, mind a mellett, hogy ugye egy kellemesen fogyasztható akar mákos beglibe bárhogy, és mi ezt repcemézzel házasítottuk össze úgy, hogy le van jó apróra darálva a mák. Van egy kis technológia, amit el kell végezni vele, utána a feleségem azt mindet kézzel üvegezi ki, és elég nagy kedvenc a vevőkörünkben is. Nyilván furcsának tűnik, illetve a kurkumás méz is, az viszont az ízületi problémára nagyon ajánlott a kurkuma. Ugye a kurkuma úgy magába vagy folyadékkal fogyasztva elég durva, elég furcsa ízvilágot képez, és akkor jött a feleségemnek az ötlet, hogy próbáljuk meg egy bizonyos, illetve repcemézzel ezt összekeverni. És azért kell repcemézzel, mert ugye a méz az nagyon nagy fajsúlyú, és hogyha poros anyagot, vagy bármilyen más olyan gyümölcsöt, vagy poros anyagot teszünk hozzá, akkor az elválik is, az csúnya is, meg kutyúgatni kell, hogyha fogyasztja az ember. A repcemézű, mivel egy krémes állagú méz, így homogén marad, és akkor nem válik el egyik a másiktól. Érződik a kurkuma is, egy furcsa ízvilágot képez elsőnek, aki még nem kóstolta így, de elég sokan megkedvelték és keresik. Ha már itt a repceméznél tartunk, nagyon sokszor látunk az üzletekben, meg úgy máshol is olyan mézeket, ami talán hasonlít a repceméz állagához, tehát hogy kicukrosodott, vagy valami hasonló. Ikrásodik. Vagy ikrásodik. Na most ez természetes folyamat, vagy pedig arra utal esetleg, hogy hát nem teljesen eredeti? Nem. Amelyik méz ikrásodik, vagyis amelyik üvegben ikrásodik a benne lévő termék, abban valószínű, hogy méz van, sőt biztos, hogy méz van. Tudnélik, a méznek ez egy természetes folyamata. A glükóz, fruktóz, tehát az egyszerű és összetett cukrok arányától függ az, hogy milyen gyorsan, illetve milyen lassan ikrásodik egyfajta méz. Ugye a vegyes virágméz, napraforgó méz, ezek a leggyorsabban ikrásodó mézek. Azért is azt mondom, hogy ikrásodó, nem cukrosodó vagy kristályosodó, mert az a cukorra utal. De viszont ebben vannak cukrok, csak ebben természetes cukrok vannak, ami nem terheli még az emberi szervezetet, hogyha fogyasztja. És mivel ikrásodik a méz, az ugyanolyan élvezeti hatást kelt akar tejába, kakóba, tejbe, bármi bele téve. Nyilván egy kicsit többször kell megkutyulni, hogy elolvadjon, illetve forróba ezt nem szabad tenni, mert a vitamin tartalmát megöljük. 50 fok fölött ugye meg vitamin tartalom nagy része megsemmisül. Ön most hozott nekünk egy jó pár terméket, és van például a virágpor. Igen. Első látásra kicsit furcsának tűntek ezek a kis apró kis golyócskák. Milyen hatása van, mire használható ez a fajta termék? A virágpor egy szintiszta növényi fehérje. A méhek ezt gyűjtik a saját élelmükre. Tehát, hogyha a kaptárba
rengeteg méz van, teli van mézzel, de virágpor nem jut be, a méhecskék éhen halnak. Tehát a lételemük ad fehérje, azaz a virágpor. Körülbelül 56-57 ezer virágot látogatnak meg 1 kg virágpor begyűjtéséhez a méhek. Az összes vitamin, aminósav, ami létezik a Földön, minden pollenszerben megtalálható, és rettentő gazdag ásványi anyagokban. Ahány szín árnyalatú kis golyócska van az üvegbe, az annyi fajta virágnak a pollenjét tartalmazza. Például, ami nekünk van, ez elég összetett, mert mi nagy területen gyűjtjük a virágport, több területen, bocsánat, úgy mondom, és ezt össze szoktuk keverni. A miénk körülbelül 30-40 fajta virágnak a pollenjét tartalmazza, ugyanúgy, mint a vegyes virágmézünk, mert az is körülbelül ezekről a területekről származik. De akkor nem fosztják ki a méheknek a kaptárját, tehát ez bizonyos fölösleg lehet esetleg? Nem. Vagy ez hogy van? Nem, ez úgy van, hogy egy pollenszedő rácsot föltezünk a kijáróra, hogy csak azon keresztül tudjanak kibejárni a méhek. Mi azt a fajta pollenszedő rácsot használjuk, amin keresztül úgy tudnak bejutni a kaptárba, mind a két hátsó lábukon van egy-egy pollen szemecske. Az egyiket leteszik, hogy beférjenek a lyukon, a másikat beviszik, tehát megfelezzük. Odabenn, mikor érzékelik, hogy kevesebb virágpor jut be a kaptárba, olyankor kiadják a parancsot, hogy több virágporra van szükség, és mit tudom én, 5000 méhecske pollengyűjtése van megbízva, csak annyi gyűjti a virágport, mikor kevesebb jut be, akkor még 1000 méhecske hozzá csapódik, és gyakorlatilag akkor 6000 méhecske hordja a virágport be. Mi megfelezzük. Ez egy olasz típusú rács, amivel mi szedjük, így megfelezzük. A magyar típusú rácsot azért nem ajánlom, meg nem is szeretjük, mert az csak úgy jutnak be, hogyha mind a két lábán be. Tehát akkor gyakorlatilag... Gyakorlatilag ott hetente két napra föl kell nyitni a pollenszedőrácsot, hogy bejussanak. Így viszont folyamatosan fönt lehet. És azt tudni kell, hogy egy mély család éves virágpor fölhasználásán 160 kg virágpor. Tehát ahhoz, hogy egyik áprilistól másik áprilisig végigmenjen egy család, vagy életbe maradjon, ahhoz körülbelül 160 kg virágport nekik be kell gyűjteni a saját élelmükre. Elképesztő, tehát hogyha most belegondolok, hogy egy pollen milyen nagyságú lehet, és akkor a két kis hátsó lábam van, kettő. Igen. Tehát, és hogy akkor, ha érzékelik, hogy ez kevés, akkor menne. Noha már itt tartunk. Én azt gondolom, hogy nem vagyok azzal egyedül, aki rácsodálkozik ezeknek az apró kis rovaroknak az életére, hogy egyáltalán milyen szervezettségben vannak, hogy hogyan élnek, hogy hogyan kommunikálnak egymással. Hogy mindezt létre tudják hozni, amit ugye az ember, hát ugye gyakorlatilag elvesz tőlük, de hát ez már így alakult. Igen, hát itt a méhanya a legfőbb szerepet, a méhanya tölti be egy család életében, meg a család, mély család fönn maradásában. Azt tudni kell, hogy egy méhanya aktív időszakban, tehát amely azt jelenti, hogy áprilisban, amikor megindul a tavasz, megindul a nektár, tömegesebb nektár, pollengyűjtés, akkor naponta képes 1500-2200 darab petént lerakni a méhanya, amely azt jelenti, hogy a testsúlyának a kétszeresét képes petébe lerakni, és ez tart olyan augusztus közepéig, végéig durván, ugye ez az aktív időszakuk. Az anyának van egy bizonyos feromonja, ő egy kaptárba azt a feromont bocsátja ki, ugye minden dolgozó méh nőnemű méh. Ahhoz, hogy ne legyen ivar éret, hogy ne tudjon ő is petét rakni, az anyának a feromonja ezt elnyomja a nőivarú dolgozókba, és ő adja ki a túlnyomó részt a parancsot, hogy miből mennyi, hogy. És a dolgozó méhek, mert felfedeznek egy területet, ahol vagy pollen, vagy nektár, vagy vízgyűjtő, vagy propoliszgyűjtő terület van, akkor gyakorlatilag visszarepülnek, az irányát és a távolságát bizonyos tánccal a kaptárba vagy a kereten mondja el, vagy adja át a többieknek, illetve a behozott mintát, amit bevitt, azzal megszagoltatja, vagy megízlelteti a többieknek a többiekkel, és gyakorlatilag akkor elindulnak oda arra mélyleg előre, vagy gyűjtő helyre, amit ugye az a másik méhecske felfedezett.
Mindezeket a folyamatokat a méhész saját szemével nyomon tudja követni? Mert egy kívülállónak, egy laikusnak azt tűnik fel, hogy hát repkednek a méhek, igen sokan félünk is tőlük, vécsípéstől, mészúrástól sokan ugye bizonyos allergiás rohamokat is kapnak. Gondolom önöknél ez már nem állhat fent. Nem. Abszolút nem. Minden méhecske 24 órába dolgozik. A kikeléstől 11 napos koráig belszolgálatos, úgy mondjuk, hogy belszolgálatos a kaptárba. Azt jelenti, hogy viasztermelése legintenzívebb, akkor építik a viaszt ki a legjobban, akkor a mélypempő termelése 7-8 napos koráig, akkor ő a legintenzívebben termeli a pempőt és eteti a kis lárvákat a sejtekbe, amik ugye a következő generáció lesz, illetve a méhanyát etetik, a herének készítik a mélypempőt, 11 napos korába repül ki elő, 11-12 napos korába repül ki először a kaptárból, és akkor lesz külszolgálatos, úgymond, és akkor vagy őrméhecske lesz, ami azt jelenti, hogy a kiárót őrzi, hogy más kaptárból lévő méhecske nem mehet be, és azt nem engedik be. Illetve, ahogy az előbb is mondtam, hogy nektárhordó lesz, pollenhordó, propolisz, vízgyűjtő. És tehát mindenkinek megvan a maga területe, a munkaterülete megvan. Na most ezt ön, mint méhész, tehát a gyakorlott szemmel nyomon tudja követni? Csak azt tudjuk, amikor kezeljük a méheket, hogy kivesszük a keretet, és látjuk, hogy táncol, forog körbe, rezegteti a szárnyát, rezegteti a potrohát, akkor, tehát mi megfejteni még nem tudtuk, meg nem is igen fogjuk tudni, úgy gondolom. Csak azt látjuk, hogy táncol a méhecske. Körbe-körbe rezegteti a potrohát, meg a szárnyát, és táncol körbe-körbe a sejten. És a többiek szinte így körbe állnak, mint a kör közepén állok, valami hasonló. És a többiek meg ugye veszik az információt, illetve a szipókájukon keresztül, amit bevitt mintát, azt megízlelik. És gyakorlatilag onnantól indul el. Azt tudni kell, hogy mikor kirepül egy méhecske, aki először repül ki a méh kaptárból, az a föld mágneses tere alapján kezd eltájékozódni, és legelőször úgy, hogy csap egy pici kört, visszarepül egy nagyobb kört, még egy nagyobbat és még egy nagyobbat. Illetve az anyának a feromon illata valamilyen szinten áramlik a kiáron keresztül ki, és ez is hozzásegíti azt, hogy ő abba a kaptárba visszataláljon. De legfőképpen, hogyha elmegy, mert képes 5 kilométerig elrepülni egy méhecske, a föld mágneses tere alapján tájékozódik. Tehát akkor bárhová elmennek, visszatalálnak a saját kaptárjukhoz, a saját családjukhoz, igen. És nem tévesztik el, tehát nem a mellette levő kaptárba igen. mennek, vagy kettővel így van, arrébb. Így van. Ha egy picit arrébb tesszük a kaptárt, akkor már ahova be van tájolva kiáró, oda fognak repülni, és akkor a feromon illat alapján oda sétálnak, és onnan újonnan kezdik a tájolást, illetve a visszarepülést. Tehát akkor most azt mondjuk, hogy GPS újratervezés is, akkor ez így van, pontosan. A fejükben benne van az a GPS, amit mi technika által fejlesztettünk ki. No, hát most március elején tartunk. Mikor kezdenek majd valamerre elindulni, hiszen vándorméhészetet tartanak fenn? Tehát hová lesz majd az első út? Gondolom már tervezik. Természetesen évek óta, sőt évtizedek óta megvan a bejárt útvonalunk, amit ugye tavasztól őszig be szoktunk járni. Gyakorlatilag a repcevirágzás az első virágzás az, amire először vándorolni szoktunk. Mi nekünk 90-es évek eleje óta a tiszalöki területen van a telelőhelyünk, ami azt jelenti, hogy ősszel oda bevisszük a méhecskéket, és onnan indulunk el vándorolni tavasszal. Ez azért van, meg azért jó, mert a Tiszának ott van egy hatalmas átterületi része. Ott olyan elburjánzott, olyan vadnövények, magyarótól kezdve, török magyaró, rengeteg vadvirág, elhagyott gyümölcsfáktól kezdve minden, hogy míg városba vagy másfele nem indul meg az élet, ott már a pollen szerzés megindul. És amikor már észreveszik, hogy külső pollenforrást visznek be a méhek, ilyen időben, mint ma is, meg holnap, vagy tegnap is, ami volt, elindul jobban fiesíteni az anya. Az azt jelenti, hogy március
közepetáján úgynevezett generációváltás van. Tehát a télen áttelelő méhecskék azok kezdenek elpusztulni, és amik kikelnek méhek, azok az új generáció, ami viszi tovább, örökíti tovább azt a családot, azt a genetikát, azt a családot. Ha már itt tartunk, áttelelés, milyen volt a, hát ez a fajta tél, ami most volt? Nem volt nagy hideg, de nedves, esős. Nagyon rossz. Tehát kellene ugyanúgy, mint a mezőgazdaságra, nekünk is a hideg, a méheknek is. Tehát az a baj, hogy majdnem azt merem mondani, hogy végig fiasításos időszakban voltunk, ami azt jelenti, hogy nem állt le a méhanya petézése, nagyon minimális petézés volt, és fiasítás fönntartanak. Nyilván ez azt eredményezi, hogy több az élelem és pollenfogyasztás, amit ugye betartalékoltak, mert fűteni kell a fiasítást. Tudnélik télen a méh családnak a átlag hőmérséklet olyan 25 Celsius fok. Aktív időszakban 36,8-36,9 fok az, amin a belső hőmérséklet a kaptárban uralkodik. Tehát nagyon meleg. Meleg, igen. Ők nekik ez az átlag hőmérsékletük, és ezáltal ugye azon a részen nekik ahhoz, hogy hőt tudjanak termelni, energiát kell fölvenni, tehát mézet, virágport, mert ugye a szány izom rezektetéssel állítanak elő hőt. És érdekes egyébként a telelőfürtben a 25 Celsius fok van, a magba, ahol az anya van, tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy gömböt, vagy egy labdát. Közepén van a méhanya, a külső hőmérséklet, a méhecskék a gömb külső részén, ahogy vannak, ott van 25 Celsius fok, de tőlük 2 cm-re már a külső hőmérséklet. Ha mínusz 10 fok van, ott mínusz 10 fok van a kaptárban is. És amikor a külső méhecskék a gömb külső részén szépen vándorolnak lassan befel a belsejébe, ott vesznek egy kis több hőt, egy pár tized fokot föl, és akkor megint mennek ki. Tehát így ilyen áramoltatásban vannak. Tehát végül is meg tudják maguknak mindezt problémát oldani. No, akkor térjünk egy kicsit ki arra a dologra, hogy az utóbbi években aki egy kicsit odafigyel a méhészekre, az tudja, hogy elég nagy probléma van a hazai méhtenyésztés környékén. Nem tudom, hogy az értékesítés hogyan alakul, de én tudom, hogy volt időszak, amikor egészen Brüsszelig mentek a mézhamisítás és értékesítés, igen, tekintetében. Meg a betegségekről is, hiszen az is jelentős mértékben jelen van. Igen, sajnos egyre, hogy mondjam, évről évre most 2008-2010 óta egyre kevesebb mézet tudunk gyűjtetni ugyanolyan mély állománnyal. Ez eredményezi, úgy gondolom, hogy a klímaváltozás. A határ is nagyon monokultúrás lett. Mondhatom azt, hogy sokszor még dűlőutakat is felszántanak, mert hogy ez az enyém. És tengerit, búzát, ilyesmit vetnek bele, tehát gabonaféléket, meg olyan kultúrnövényeket, ami a méhek számára nem igazán hasznos, vagy nem, egyedül a napraforgó, de sajnos a napraforgó is elmegy a hibrid irányba, amilyen önporzós nektár képződése nincs, holott azt tudva levő dolog, hogy a rovarok által beporzott napraforgó is sokkal magasabb a savtartalma, olajtartalma, gazdagabb, teltebbek a szemek, 25-30%-kal képes nagyobb hozamot biztosítani, de ezt a mezőgazdaság még nem igazán vette tudomásul, bár már van egy-két ilyen gazdálkodó, aki valamilyen szinten úgy veszem észre, hogy értékeli a méheknek a munkáját a saját gazdaságába. Nyakasbandiról beszélek többek között. Atkafertőzés. Sajnos ugye 80-as évek közepén bejött mi hozzánk is, Európába is ez az atka. Ez egy kis vérszívó parazita, úgy mondom, ami a méheknek a vérét szívja, illetve a sejtbe lévő fiasításba is már megszívja, és abból csonka, nyomorék méhek kelnek ki. Ez ellen küzdünk, valamilyen szinten tudunk ellenük hatékonyan védekezni, de sajnos minden évben van olyan elhullás, vagy olyan családgyengülés, ami az atkának köszönhető. Jönnek a vegyszerek továbbiakban, ami ugye úgy gondolom, hogy ez nagyon jó dolog, hogy ez a neonikotinod vegyszert kivonták a forgalomból. Tudnélik, ez
képes, hogyha nem megfelelő nagyságúra nő meg egy növény, a virágzatba is kimutatható, illetve a termésbe is, ez ugye egy csávázószer, és ez a központi idegrendszerét tönkreteszi a méhecskének. Tehát, hogyha ebből fogyaszt több nektárt, vagy ami ebből készítenek pempőt, akkor gyakorlatilag a méhnek a tájékozódó képessége oda lesz, kirepül a kaptárból, és nem talál vissza. És sajnos nagyon sok fele ilyen kaptár elhagyásnak mondják, elnéptelenedik a család, kiürül a kaptár, és nincs. Illetve, hogyha olyan vegyszert használnak, akkor ott van a kaptár előtt a rengeteg méhulla. Sajnos Oroszországból és Romániából is hoznak be, még gazdák vannak, nem akarok senkit se bántani. Sokkal olcsóbban be tudják szerezni, és használnak olyan szereket, amik ugye már most itt be vannak tiltva, és azzal csak kárt csinálnak a méhészetbe, méheknél. Egyszer beszélgettem agrárminiszter úrral, és ő nagyon tragikus képet festett arról, hogy mi lesz, ha a beporzó rovarok, és akkor ugye jó, itt elsősorban a méhekről van szó, igen, persze természetesen a vadon élőkről is, de hogy drasztikusan csökken a számuk, arányuk. Igen. Hát én beszéltem Bros Péter úrral, a OME elnökével egy 3 hete körül. Sajnos Magyarországon is az idei, ez a tél és a tavalyi év az ország méhállományának közel 40%-a oda lett. Ez nagyon szörnyű. Drasztikus és szomorú. Holott egy csodálatos kis közösség, és azt tudni kell, hogy az emberi tápláléknak a 80%-a a rovaroknak köszönhető, tehát a méheknek, illetve a méhez hasonló beporzó rovaroknak köszönheti az emberiség is. Állítólag, és ez szerintem így is van, hogy ha méhek eltűnnek, vagy kipusztulnak, az emberiségnek is 5 éve van hátra körülbelül, mert ugye azok a növények, azok eltűnnek. Hát ez nagyon hátborzongató dolog, de hát elég, ha csak abba belegondolunk, hogy például Afrikában és számtalan más országban, ahol kiirtják a növényzetet azért, hogy teret nyerjenek, ezáltal óriási éhiség elében néznek, meg van is pillanatnyilag, mert hogy nem, tehát nincs meg az ökológiai egyensúly, ami ahhoz kellene, hogy az ember is normálisan tudjon élni, táplálkozni. No, szóval hát ezek nagyon szomorú dolgok, de azért tehát önöknél ez idestóbb egy 70 éves családi hagyomány. Körülbelül, a méhészkedés, igen. Hiszen, jól tudom. Igen, édesapám 54 körül kezdett el méhészkedni, én még meg se születtem. Úgymond én úgy anyatejjel kezdtem a méhészkedést, így szoktam mondani. Tehát születésem óta benne vagyok. 6 éves koromban volt először, amikor édesapám már befogott, hogy ne jössz velünk, fiam, pergetni. Igaz, hogy kettesével a keretet édesanyámnak a pergető helyiségbe hordtam be, akkor még édesapámnak olyan 30 méh családja volt, de benne voltam. Tehát gyerekkorom, nagyon nem szerettem a méheket. Féltem tőlük, a szúrástól, meg mindentől, de végül is a határban, úgy mondom, hogy a határban nőttünk fel. Tehát az, hogy a határban kint lehettünk a természetben, az állatok közt, a rovarok közt, a halak között, mert ugye folyóparton is voltunk, és ez egy valamilyen szinten most már így utólag belegondolva egy élmény volt, és ugye amikor mi összekerültünk a feleségemmel 77-be, ugye édesapámnak akkor is voltak méhei, feleségem ezáltal ő is, hogy bekerült a családba, ő is belekerült ebbe a méhészvonalba, és 80-ban elkezdtünk saját állománnyal méhészkedni, mind a mellett, hogy édesapámnak is besegítettünk, akkor a szállítás, pergetés, bármi másba. És ugye ez 2000-ben meg is pecsételte a feleségem, mert ő elment Budapestre egy méhész vizsgát letenni, méhész tanfolyamra, és ott megszerezte megszerezte a méhész szakképesítést. És mondhatom azt, hogy mai napig is ő engem kezelésbe leköröz 6-szor. Sokkal gyorsabb, sokkal gyorsabban reagál dolgokra, mint mondjuk én. Meg hát, amint már beszéltünk is róla, tehát az, hogy ezek a nagyon kiváló minőségű mézek, ízesített mézek olyanok, amilyenek, az végül is közösen, vagy inkább az ő ötlete volt,
nagy többségében? Úgy indult az egész, hogy ugye 2012-13 körül kezdtük el a saját mézünket üvegbe árulni. Tehát addig mi, amit megtermeltünk mézet, felvásárolnak hordóba eladtuk. Utána jött az ötlet, bár mondjuk hozzáteszem, már 2007-8 körül már a feleségem pedzegett, hogy csak jobb lenne, hogyha mink adnánk el a mézünket, mindent. Én ugye vittem a vállalkozást, én mondtam, hogy én nekem a vállalkozás megy, nem akarok vele foglalkozni, még most hagyjuk ezt az egészet, bár jobb lett volna, hallgattam volna rá, megmondom őszintén. És ahogy elkezdtük, 14 környékén sok rendezvényen részt vettünk. Akaranánási portéka keretein belül, illetve azon kívül is az országban sok fele megfordultunk, és mindenütt kerestek ilyen ízű mézet, olyan ízű mézet. Azt ugye nekünk csak a standard mézek voltak, vagy 8 fajta, és mondja a feleségem, hogy csak kéne csinálni. És akkor elkezdtük a levendulást, a hibiszkusz csipkebogyóst, meg a bodzást. Ez a három első volt az, amit elkezdtünk készíteni. Utána bővítettük ezzel, azzal, de hát ez ilyen aszalt dolgokkal csináltuk. Mondja a feleségem, hogy próbáljuk meg nyers gyümölcse. Hát mondom, de hogyha nedvességet adunk hozzá, akkor mondom, ebből probléma lehet. És akkor kezdtünk el kísérletezgetni, ami hál' Istennek jól sikerült. És utána jöttek az ötletek, hogy milyen gyümölcsel ízesítsünk. És a gyümölcsös mézeket, hogy megcsináltuk, onnantól kezdve mindenünk nem visszakeresnek bennünket. Az ország bármelyik pontjáról akar. Ugye most a Covid miatt postai úton sokat postázunk, de a málnás mézünk lett idáig a favorit. A málnás mézünket 2018-ban csináltuk meg először. Akkor küldtük versenyre, nagyon nagy sikere volt, meg mai nap is van ennek a méznek a vevőkörben is. Kapott egy aranyérmet, és az lett az év méze. A különleges méz kategória győztes lett az év legjobb méze. 2019-ben a hibiszkusz csipkebogyós mézünk lett az év méze. Az ötödik aranyérem mellé megkapta az év méze díjat a különleges méz kategóriába. Tavaly évben a gesztenyér mézünk kapta meg a csúcsűre előtt a harmadik legjobb helyezettet, de a narancsos, a többi gyümölcsös mézünk azok csak aranyérmesek, meg ezüstérmesek lettek. Ugye ezek a hazai versenyek, de azért de biztosan tudom, hogy a nemzetközi díjban is részesültek. Igen. A Popovics mézek. Igen, nemzetközi versenyeken is vettünk már részt, igaz, hogy régebben, mostanában már, vagy 2 éve nem, előtte. Hát oda is elküldtük ugyanazt a mézeket, amiket a magyarországi mézversenyre. Hát 6-8-10 oklevelet onnan is elhoztunk, sőt a vegyesvirág mézünk 2 alkalommal is a 6 országból a legjobb vegyesvirág méz volt a nemzetközi mézversenyen is, amit ugye Baján rendeztek meg a Gemence erdejében. És mai nap is megtekinthető az a méz, ami díjat kapott a nemzetközi mézversenyen a Gemencerdei Mézmúzeumban, a Gyulai Mézmúzeumban viszont a magyarországi nyert mézeink is mai nap megtekinthetők visszamenőlegesen is. Tehát bárki, aki érdeklődik, akkor ezek után Igen. ott helyszínen megtekintheti. Beszéltünk, hiszen nem csak mézet termelnek, hanem ugye a méhek kis szorgos munkájának következében azért más egyéb termékeik is vannak, ugye már a virágporról beszéltük. Mi van még a palettán, amit kínálnak önök? Igen, van a méhpempőnk. Igazából nagyon keveset tudunk gyűjtetni, mert ugye ez egy külön ágazat a méhészetnek, hogyha méhpempő termelésre adja valaki a fejét. Mi próbálkozunk ugye méztermeléssel is, propoliszgyűjtéssel is, meg a méhpempő termeléssel is. A méhpempő mellett még van propolisz, amit szoktunk gyűjteni. Ugye ez is ősidők óta egy gyógyászatban használták már a kőkorszakban, vagy az őskorban is az emberek, illetve mivel ez egy barzsamszerű anyag, a fárok barzsamozásánál a fő alapanyaga a propolisz volt a barzsamnak gyakorlatilag, mert ez egy konzerválószer. És azt még annyit hagyd mondjak el a mézzel kapcsolatban, hogy egyedül a méhek tudták kidolgozni azt a technológiát, hogy a mézet, hogyha egy zárt edénybe tesszük, akkor 1000 év múlva is ugyanazt a minőséget vesszük ki abból az edényzetből, amit belezártak. Ha most 2020-ba, 3120-ba bontják ki azt az üveget, akkor is ugyanazt a minőséget veszik ki. Tehát ezt a
tartósítási technikát senki nem képes rajtuk kívül a Földön megcsinálni. Olvastam szakirodalomban, hogy piramisokból hoztak fel zárt edényzetbe lévő az akkori 3000 évvel ezelőtti kornak megfelelő növénykultúrának a mézét, és tökéletes állapotban, ízben fogyasztható volt. Meg hát visszatudtak akkor következtetni az akkori növényvilágra, tehát óriási kincs ez a régészek számára, igen, tehát a feltárások során elképesztő, mire, igen, képesek ezek az aprócska kis picike kis jószágok. Ugye beszéltük már arról, hogy lassan majd útra fognak kelni. Hogy zajlik ez? Autóra, gépkocsira rakják a kaptárakat? Hány kaptárral mennek? Hogy zajlik ez a költözködés? Ez a vándorméhészkedés? Ahhoz, hogy aránylag normális gyűjtést tudjunk egy kis csapattal csinálni, azt jelenti, hogy olyan 1-2 kilométeres körön belül olyan 50-60 méh családot érdemes letenni. Tehát ez egy bevett gyakorlat. Nekünk van két tengelyes nagy utánfutónk, kettő, és gyakorlatilag este, a méheket csak éjszaka vagy lehet szállítani. Ami azt jelenti, hogy mikor beülnek este a méhek a kaptárba, akkor a kijárót bezárjuk, gyakorlatilag fölrakjuk az utánfutóra vagy teherautóra, és akkor elmegyünk az adott méhlegelőre, az előre kiszemelt vagy lebeszélt, természetesen lebeszélt, mert ahova lepakolunk méheket, oda az előzetesen meg kell egyezni, vagy meg kell beszélni a tulajdonossal, hogy megengedi-e oda a méheket, le tudjunk pakolni, és egy bizonyos ideig még gyűjtenek, vagy virágzás van, addig azok a méhecskék ott lennének. És amikor ez megvan, akkor oda lerakjuk a méheket. Nyilván akkor vannak kezelési folyamatok, tehát nagyon nagy tévhit az az emberekbe, hogy elviszük a méheket egy adott méhlegelőre, vagy kitesszük a határba, azt utána megyünk, azt szedjük el a mézettől le, és kész. Ez nem így működik. Tehát ahhoz, hogy egy méhállományt normálisan rendbe tudjunk tartani, azt merem mondani, hogy napi rendszerességgel benne kell lenni. Tehát mivel nekünk nagy a méhállományunk, mindazonáltal is, hogy ennyi fajta mézet tudjunk gyűjtetni, ezáltal ugye nekünk az aktív időszakban, ami szerintünk március közepe, ahogy a tavasz megjön, október vége, novemberig még le nem teleltetünk, addig napi rendszerességgel mi a feleségemmel benne vagyunk. És tehát úton vannak, mennek? Megyünk, hát benne vagyunk a kaptárban, tehát megyünk mindig, egyik csapatot lekezeljük, másik csapathoz megyünk, harmadik, negyedik, ötödik, kezdjük előről. Minden mély családot azt merem mondani, hogy 10 naponként bele kell nézni. Nincs-e valami probléma náluk? Elég az élelem? Megfelelő a fiasítás mennyisége? Az anya nem-e pusztult el? Nincs-e valami probléma? Ha nagyon jól érzik magukat, akkor ugye a szaporodási ösztön benne van, akkor elkezdenek zugbölcsőket húzni, tehát osztódni akar a család. Meg kell nézni, nincs-e plusz bölcső benne, a zugbölcső, akkor alaposan át kell vizsgálni a kereteket, hogy nehogy megrajozzon, tehát megosztódjon a család, mert az ugye az lesz egy új család, az felköltözik a fára, és onnan megint tovább állnak. Hogyha azt sikerül megakadályoznunk, akkor szerencsés helyzetben vagyunk, bár akkor állománynál, aminél mi is vagyunk, úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerül, hogyha csak 8-10 mély család szökik meg tőlünk évente. Tehát ez az, amikor kiszöknek, és akkor időnként próbálják befogni őket. De igen, és ehhez hozzátenném még azt, hogy nagyon nagy tévhit az emberekben az, hogy amikor a fára kiköltöznek a méhek, vagy egy oszlopra, vagy bárhova, hogy hú, megcámadtak a méhek, meg minden, ez nem igaz. A méh, mikor rajállapotba kerül, tehát kirepül a kaptárból, akkor vagy a régi anya, vagy egy szűzanyával megyen ki, de olyan eufóliában vannak a méhek, hogy nem bántanak senkit. Így meg lehet simogatni a bojt, így kézzel. Bele lehet nyúlni, egy szúrást nem kap. Ha megszorítjuk nyilván, vagy ujjunk közé összeszorítjuk, akkor védekezik. De nyugodtan bele lehet így nyúlni a bojba, és senkit nem fognak bántani. Nem szúrnak. Ez nagyon nagy tévhit. És ezt tudatosítani szeretném az emberek, hogy ne féljenek a rajoktól. Nyilván ne menjenek oda, az csapkodj. Bármikor csapkodnak, vagy ilyesmi, akkor nyilván akkor támadó állást vesznek fel, hiszen félnek. Hát igen, van, tehát Nánáson is egyszer-kétszer hallottunk ilyesmiről, igen, de hát
Mert hogy az emberek alapjából félnek, tehát félnek a szórástól, a következményektől, de hát azt gondolom, hogy azért ennyire nem kell. Egyébként a méhész az már teljesen immunis erre. Hát gondolom. Van igen, de van olyan méhész is, aki nem igazán. Én tudok olyan méhészt, aki méhszúrásra allergiás volt, 4 év alatt kikezelték, most már nincs semmi problémája. Tehát allergiás, a negyedik fokú allergiája volt, tehát ami azt jelenti, hogy megszúr egy méhecske, 1 órán belül nem kerül kórházba, meghal. És mai napig méhészkedik már évtizedek óta. Hát mert a szervezete immun ellen. Igen, meg kapott egy kezelést, egy 4 éves kezelési folyamaton végigment. Nyilván ő beöltözik, mi sokszor kalap nélkül egy rövid gatyába, rövid nadrágban meg pólóba szoktunk méhészkedni. A kalapot azért tesszük fel, mikor ne áron tűz a nap, hogy ne égesse az arcunkat nagyon. Hát most még nagyon a tavasz elején tartunk, de már ugye útra készen állnak. Előrejelzések szerint mire számítanak ebben? Nagyon bízok benne, hogy már most nem lesz ki olyan fagy, mint a tavalyi évben, meg az előző évben. Tehát, hogyha fagy éri az akácot, illetve a tavaszi repcevirágot, akkor ez az évet is le lehet húzni. Oda. Hát bízunk benne, és akkor kívánunk a továbbiakban is nagyon jó méhészkedést, gazdag mélegelőket, jó hordást, jó termést a mézekből, és minden egyébből, amivel önök foglalkoznak. Valószínű, reméljük, hogy így lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is, hogy itt lettem.